Sziasztok, kedves nézők, örülök, hogy itt vagytok velünk, koncertóval együtt leszünk a háttérben, főszereplőként pedig hadd mutassam meg nektek a Fiat 500-asunkat, ami nem egy kis autó, hanem egy nagy autó, mert ez egy long verziójú 500-as Fiat, 1.3-as takarékos multijet motoros, ami 84 lóerős, friss műszak is, és látjátok, 2012-es autóról van szó. A szervizét vezették az autónak, már mint a szervizkönyvét, 60 ezer kilométeres utolsó bejegyzést találtam benne. Amúgy nagyon gazdag gyári felszereltsége, felszereltség is keveset futott, 80.980-at, rengeteg extra van benne, nem a két kulcs az extra, hanem hogyha gyújtásra teszek, akkor fölvillan egy csomó lámpicska, amiben ha kicsit belemélyedünk, akkor látható, hogy vannak itt ilyen kis zöld lámpák, ami annak segítségével gyullad fel, hogy esetleg a tempomatot kapcsolnátok be, vagy pedig a sebesség limitert. Aztán a kormányunk egy jó kis bőrbevonatú kormány, jó kis sportos, és van benne egy csomó billentyű, hiszen a zenénket innen tudjuk vezérelni, a gyári zenét, ami már elő van készítve a navigációs egységnek a használatára is, és ez egy érintő képernyős különben. Tehát akarunk hallgatni music rádiót, akkor jól szól, különben nagyon kellemesen szól benne a zene. A közép részen itt alul City Servo van, kompjúterünk van, előre-hátra ugye kötvényszóró, centrálzár befelé, és ugye start-stoppos az autónk, tehát ezzel tudjátok kibeiktatni ezt a funkcióját. Aztán itt, ha letekintünk, akkor két oldalra digitális automata klímát találunk, és 12 voltot, és nem dohányzós autó, nincs is berehamutartó ezekben már. A sebességváltónk 5 darab sebességváltására alkalmas, és egy hátrameneti fokozatunk van, illetve kipörgésgátló kibe kapcsolgatható benne. Aztán, ha ide belenéztek, itt van egy hűthető kis tartóka, itt pedig egy nagyobb rész van, ez nem hűthető. Ide a szervizkönyvet lehet majd becsempészni. Aztán légzsákból szereltek bele előre, oldalra, hátul oldalra, fölülre, és itt az oldalsó légzsákot is látjátok, ott a felirat könnyebben tekinthető. Na, nézzük, elektromos tükrök, elektromos ablakok balkész felől, és bőrbevonatot kapott ez az ajtó, nem ez, hanem az összes, és az ülések is, ha megnézitek, fölülről kapott egy kis bőrbevonatot, és itt alulról is, és egy nagyon szép nyomott mintás kárpitozás van benne, szürke plüss kárpit különben ez a járműnek ezen része. Aztán nem szállok ki még, mert itt van a fő extrája, nem ez a fő extra, de nagyon tetszetős darab, egy gyönyörű szép szövetet találunk itt fölül, ami fény szűrődik át, ez azért van, mert ez egy elektromos napfény roló, ami, na, mondom, menj végig. Így, né? Szépen ez végig megy, és egy olyan érzés fog bennünk keltődni, mint egy kabrió autóba ülnénk benne, és tekintenénk fölfelé, csak a hajunkat nem fogja fújni a szél, fantasztikus nagy, teljes üveg rész van a tetején. Na, és akkor nézzünk egy kicsit ide hátrafelé. Itt hátul Feri és Peti kollégám a középső könyöktámaszon le van hajtva, látszik, hogy ezen ülések is gyönyörűek, teljesen újszerűek, és a hátsó utasnak van egy kis tálca, mindjárt koncertónak szólunk, hogy nyissa le, így né? Itt lehet poharat rátenni, ez az ülés, ez ugye fel is hajlik, ha minden igaz, de ezt visszahajtam a helyére, jó erős rugó van benne, hatalmas lábteret láttak itt elő, van itt térképtartó, és itt oldalt is ugye elektromos ablak és a bőr bevonat látható. Amúgy 500-as alufelnik vannak rajta, Fiat 500 ugye a gyári márkajelzéssel ellátott alufelnit találtak az autón, hátul tolató szenzorokat a hátsó löphárítóban, és mindenhol nagyon szép kromozással feldobott karosszériát. Csomagtartóját, ha kinyitjuk, itt van egy kalaptartó, és van itt egy fogackodó, ez azért van, hogy itt még alá is lehet pakolászni még, tehát jó bőséges hely kínálkozik itt a tulajdonosnak. Amúgy egy tökéletes állapotú, gyönyörű karosszériával rendelkező autó, nincsen rajta se ütés, nyomás, horpadás, sehol nem látható rajta a külsérelmi nyom. Elől a lámpái gyönyörűek, kötfényszóros a szerkezetünk, esőérzékelős az ablaktörlő, és a tükör belülről sötétedik, ha az arcunkba világítanának onnan hátulról. A motorja, itt van ez az 1.3-as multijet, itt a szerviz, matricája, amit a szaki bele rakott 2017. januárjában, tökéletesen, hibátlanul, csendesen dolgozik benne.
Ezt ki is fogjuk próbálni nem sokára. Következő videónkban egy rövid próbautat fogunk nektek mutatni. Ezzel az autóval Feri Petti és Concerto kollégával fogunk elmenni, illetve ne menjetek mindig még el, nyomjatok a végére egy ilyen jelet, amit nagyon szépen megköszönünk, és a csatornánkra jelentkezzetek be, tartsatok velünk máskor is, úgyhogy ennyi volt a mai bemutatónk, de remélem még nem fog esni, és csinálunk még több videót, úgyhogy ez a nap a miénk lesz, a viszontlátásra!